Pozdravljam svakoga, dragi naši gledatelji. Vi gledate naš hrvatski magazin. Budite s nama. Predstavlja se Hrvatsko kazalište u Pečuhu. Intervju ravnateljem Slavenom Vidakovićem. Proslavili su hrvatski jezik, natjecanje u kazivanju stihova i kulturni programi u obrazovnom centru Miroslava Krleže. Gastrokultura, glazba i narodne nošnje. Okupili su se Hrvati u Mađarskoj u Mišljenu. Literarna i plesna pozornica i plesna skupina Tamburica nastupala je s predstavom u kojoj smo mogli upoznati Hrvate u okolici Budimpešte. Pečuh je grad koji može reći o sebi da je dom jedinog hrvatskog manjinskog kazališta. Posebnost Hrvatskog kazališta u Pečuhu jest da je istaknuti izvor očuvanja hrvatskog identiteta, kulture i jezika. S prošlošću i s aktualnim tijekovima će nas upoznati ravnatelj kazališta Slaven Vidaković. Prije skoro 4 godine, u travnju 2018. godine, su svečano predali novu zgradu Pečuškog hrvatskog kazališta. Kazalište je utemeljio Antun Vidaković 1992. godine, dakle ove godine slavi 30. obljetnicu utemeljenja. U posljednjih 30 godina ovo je kazalište svojim uspješnim djelovanjem dalo nemjerljive doprinos očuvanju i njegovanju kulture i jezika Hrvata u Mađarskoj. Pa evo, Hrvatsko kazalište ove godine slavi 30. obljetnicu. To je velika stvar, ja mislim, za jedno kazalište koje je manjinsko kazalište. I to mogu reći da je to jedino manjinsko kazalište izvan Matice Hrvatske, to jest sad ako gledamo naravno bivšu Jugoslaviju, onda u Mostaru još postoji kao hrvatsko kazalište, ali izvan bivše Jugoslavije to je jedino na svijetu. Ja mislim da isto je velika stvar, a to kako si rekla da u novoj prekrasnoj zgradi, kako smo 2018. godine izgradili, tako rečeno, novu zgradu Hrvatskog kazališta, ja mislim da je to sad jedan biser ovdje u gradu Pečuhu, u centru grada. A malo o prošlosti, moj otac Antun Vidaković je osnovao to kazalište još davne 1992. godine. Onda je bilo kao odsjek još, tada je tu radilo kao manjinsko, ne manjinsko, nego malo kazalište se zvalo. I odsjek je bio kao Hrvatsko kazalište i 1995. godine smo postali kao samostalni. Inače, prije 1992. godine, što je još važno, ja mislim da je to prva profesionalna hrvatska, na hrvatskom jeziku bila ovdje u Pečuhu i u cijeloj Mađarskoj, Kraljevo od Krleže, koje smo napravili dvojezično, to jest i na mađarskom i na hrvatskom jeziku. S tom predstavom je Hrvatsko, onda još nije bilo Hrvatsko kazalište, ali su proputovali cijelu Hrvatsku, nažalost kasnije je izbio rat. I evo, 92. se osnovalo to kazalište i sad 2022. slavimo 30. godinu obljetnicu. Pripremaju se na jesen za novu kazališnu sezonu sa jednom predstavom koju bi napravili u koprodukciji sa Osječkim narodnim kazalištem. To je predstava jednog mađarskog autora Janoša Haja koju planiraju za 30. obljetnicu. Inače, kao Hrvatsko kazalište u Pečuhu, svake godine rade do 4, a nekad i 5 premijera godišnje. Sad ste mogli vidjeti, inače pripremamo se za jednu dječju predstavu za naše najmlađe. To radi Maja Lučić, inače profesorica na Akademiji u Osijeku. Neobičan prijatelj se zove, to je za naše najmlađe. To je jedna lutkarska predstava, jer meni je jako važno to da u hrvatskom kazalištu, da mi najmlađe, to je naše najmanje Hrvate, u cijeloj Mađarskoj nekako uslovimo s time da dođu u kazalište. Naravno, inače je misija Hrvatskog kazališta to od osnutka da mi putujemo po cijeloj Mađarskoj i u najmanje mjesto, to jest u najmanje naselje idemo sa našom predstavom gdje žive naši Hrvati i naravno i sa dječjim predstavama gdje ima škole, gdje ima naša mala djeca, jer ja mislim da je identitet i očuvanje jezika najvažnije, naravno i kod malih koji još uče jezik, da to uče na književnom hrvatskom jeziku, i za to je kultura i za to je kazalište
kazalište, mislim, jedna od najvažnijih stvari. Evo, ja sam jako sretan, inače da naša zajednica ovdje u Mađarskoj ima kazalište, ima takvu zgradu kako je ovo Hrvatsko kazalište. Izvodeći najistaknutije i najpoznatije dramske tekstove hrvatskih autora, mnoštvo uspješnih scenskih produkcija Hrvatske, kazalište je pokazalo brojnoj hrvatskoj, a i mađarskoj publici kako čine hrvatska klasična djela i moderna umjetnost dio europske kulture. Istaknuti značaj i važnost ove narodnosne manjinske institucije najbolje nam potvrđuju činjenice da kazalište uspješno predstavlja ujedno i hrvatsku, a i mađarsku kulturu u susjednim državama. Od ove godine u suradnji sa Pečuškim narodnim kazalištem svake godine ćemo napraviti jednu predstavu ovdje, mađarsku predstavu, to je narodno kazalište koje će se odigrati ovdje. Kako je ove godine smo napravili, to je ove kazališne sezone, jednu predstavu i sad već i mađarska publika dolazi. Ali uglavnom, ja mislim da je prvenstveni cilj hrvatskog kazališta to da mi naše ljude, naše Hrvate prozovemo i da dođu ovdje u hrvatsko kazalište. Inače, od prošle godine, nažalost, pandemija nas je spriječila malo u tome, ali ove godine već nastavljamo to da moj cilj je da svakog Hrvata koji živi u Mađarskoj da barem jednom dođe u Pečuško hrvatsko kazalište i mi naravno, i to sam zahvalan Ministarstvu ljudskih resursa ovdje u Mađarskoj koji nam pomaže uz novčano s time da možemo isplatiti njima prijevoz dotle do hrvatsko kazalište. Ja se nadam da će svako jednom barem biti ovdje. Slaven Vidaković, ravnatelj kazališta, sin utemeljitelja Antuna Vidakovića, se neprestano bori za opstanak i stvaranje kvalitetnih pretpostavki rada. Jakim intenzitetom vodi svoje ciljeve i planove do uspjeha. Ja sam jako zahvalan da mogu biti ovdje, da mogu služiti, da mogu nešto napraviti Hrvatima ovdje u Mađarskoj, jer ja mislim da je kultura i to kazalište, to je jedna, tako rečeno, visoka kultura, da je to jako važno nama. I što je još meni jako važan cilj, inače ja sam zacrtao prije 12 godina neke važne ciljeve, to je najvažnije bilo da obnovimo i da izgradimo novo hrvatsko kazalište, to smo uspjeli i ja se nadam da sljedeći cilj mi je da napravimo jednu malu, to jest mali ansambl u hrvatskom kazalištu, da barem bude 4-5 glumaca u angažmanu, jer mi nemamo sad angažman, nego na projekte zovemo glumce, ovdje naravno prvenstveno glumce Hrvate iz Mađarske, ali ako nemamo, onda i iz Hrvatske. To jest, cilj mi je da u buduće da napravimo i jedan mali ansambl. U Mađarskoj i u Hrvatskoj između 11. i 17. ožujka održavaju se Dani hrvatskog jezika. Ovih je dana 1967. godine objavljena Deklaracija o nazivu i položaju hrvatskog književnog jezika. Nastavljajući ostavštinu imenjake institucije hrvatskoga klasika koji je poznavao i mađarski jezik, u Pečuškoj hrvatskoj školi istaknuto ulogu ima podučavanje hrvatskog i mađarskog jezika na visokoj razini. A harmadik és negyedik évfolyamról 11-en jutottak a szavaló verseny döntőjébe, mely minden évben fontos eleme a Horvát Nyelv Napjai elnevezésű rendezvénysorozatnak a Miroslav Kleza Oktatási Központban. Szerintem egy jó verset kaptam, amit könnyen el tudtam szavalni, kicsit túl izgultam, lehet elsiettem, de én élveztem a szavalást. Hogy gondolta egy kisfiú, hogy ő felfedező lesz, és akkor elmesélt, hogy mit akar. Én szeretem a versemet, ez az első vers, amit szeretek. Egy bajkeverőről, akivel minden balszerencse történik. Arról szól a versem, hogy mi lenne, hogy mit csinálnak, hogyha én lennék a tanárnő. Hogy minden sokkal jobb lenne akkor. Tavaly is tovább jutottam. Hát ha tovább jutok, akkor anyukámnak okozok örömet, több meg magamnak is, hanem akkor meg leszek azzal is elégedve, hogy ide legalább eljutottam. Sokat készültem, és felőlem egy nagyon szép verssel nekem, hogy milyen szép a haza, meg
olyasmiről? Arról szólt, hogy volt egy színes világ, és abban mindenféle színűek voltak az állatok meg a fű. A fák, tehát mondjuk, hogy egy bagoly, egy színes bagoly fent volt a fán. Eddig megnyertem mind a kettőt, most remélem ezt is megfogom. A zsűri az előadásmódot, a szövegtudást és a hangsúlyozást figyelte leginkább. Azt hiszem, hogy elmondhatom, hogy én elsősorban most vagyok először ilyen pozícióban, és nagyon megtisztelve éreztem magam, hogy meghívtak. A gyerekek aranyosak voltak, nagyon szépen megtanulták a verseket, megtanultak hangsúlyozni, és szerintem ez a legfontosabb, hogy a gyerekek érezzék a versben lévő lényeget, ki tudják hangsúlyozni, elő tudják adni, és leküzdjék a félelmüket, meg az izgalmukat. És szerintem minden gyerek nagyon jó volt, nehéz dolgunk volt, nehéz volt eldönteni a sorrendet. Hát most így döntöttünk, reméljük, hogy jövőre még jobbak lesznek. A horvát nyelv napjait március 11-e és 17-e között tartják Magyarországon és Horvátországban egyaránt annak emlékére, hogy 1967-ben ezekben a napokban több részletben és több kiadványban jelent meg egy a horvát irodalmi nyelv státuszáról és elnevezéséről szóló kiáltvány. A pécsi horvát nemzetiségi iskolában az intézmény névadója a magyarul tudó horvát klasszikus Miroslav Kleža örökségét folytatva különösen nagy hangsúlyt fektetnek mindkét nyelv magas szintű oktatására. Természetesen mi próbáljuk az anyaországi hagyományokat tovább ápolni itt az intézmény falai között is. Általában ez egy egész hetes program szokott lenni, és most az idei alkalommal is úgy sikerült megoldanunk, hogy 4 napra való programot terveztünk. Ezek között természetesen szerepelnek kulturális, aztán irodalmi tartalmú műsorok is, például az iskolai szavaló verseny, ami minden évben egy nagyon fontos szeglete úgymond a sorozatnak, mivel az itt díjazott gyerekek mindenképpen Budapestre felkerülnek az országos szavaló versenyre. Mindig van egy kulturális megnyitó, ahol minden évben újra és újra elmondjuk a gyerekeknek, hogy miért fontos ez az ünnepség. Aztán minden évben kiválasztunk egy olyan mikroetnikai csoportot a horvátok közül, a horvátok lakta települések közül, akiket részletesebben bemutatunk. Így került idén sor a bunyavácokra, akikről szintén készült egy történelmi bemutatás, illetve egy kulturális műsor is. Aztán, ha van rá lehetőségünk, és idén szerencsére volt rá lehetőségünk, akkor meg szoktunk hívni horvátországi vendégeket is. Idén egy költönőt sikerült meg vendégül látnunk, aki két csoportban is tartott műhelymunkát az alsós osztályokkal, illetve a felsős osztályokkal is, ahol bemutatta a saját gyermekkönyveit. Leginkább az a probléma a családokban, hogy nagyon sok a vegyes házasság, és mint ilyen, akkor először is a nyelv az, ami elvész, és a nyelvvel együtt elvésznek a hagyományok is. De szerencsére a mi diákjaink közül is vannak még olyanok szép számban, akik tiszta horvát családból származnak, ahol anyai apai ágról örökölték nagyszülők által is ezeket a hagyományokat, és ők azok, akik tényleg autentikusan még meg is tartják. Oni koji su se odazvali i posjetili Mišljen 26. ožujka mogli su se upoznati bogatom gastronomskom kulturom Hrvata u Mađarskoj. Ove godine su prvi put organizirali taj susret na kojem je žiri nagrađivao pored jela postavljeni stol i narodne nošnje. Tambura szó és csábító illatok hívogatták az érdeklődőket Kozár Mislenybe március utolsó szombatján. A sátorba érve szépen megterített asztalok, különleges horvát ételek, italok és népviseletek kavalkádja fogadta azokat, akik a horvát zenei és gasztro találkozóra érkeztek. Az első alkalommal megrendezett fesztiválon nem csak az ételeket, hanem a terítést és a népviseletet is díjazta a zsűri. Én már nagyon-nagyon sok hasonló rendezvényt vittem végbe, vagy szerveztem meg, de ez most egy nagyon komoly háttérrel az összes magyarországi horvát önkormányzatot megkeresve indítottuk el. Az a lényege,
hogy itt gyakorlatilag egy órától egy gasztronómiai feladatokat kell, hogy ellássanak. Kolbászt kell tölteni vadhúsból, vadisznó pörköltet kell összeállítani, mind a mellett teríteni kellett és kínálni a vendégeknek, és pálinkát is versenyeztettünk, illetve nagyon fontos volt az, hogy ha itt vannak már, akkor hozzák a környéknek, vagy a falujuknak a népviseletét. Nyilván itt arról kell beszélni, hogy a környéknek a népviselete kicsit hasonló is lehet, de azt örömmel vártam és veszem, hogy fiúk, lányok is beöltöztek, sőt nagyon sok fiatal. Úgyhogy nagyon-nagyon jó volt a fogadtatás, 18 csapat versenyez, ez azért nem egy rossz teljesítmény. A Kozár Michelinhez közeli olaszon horvátok és németek is szép számban élnek. A horvát nemzetiségi önkormányzat a szederkényiekkel közösen készült a találkozóra. Az olaszi horvát önkormányzat az 11 néhány éve működik az én vezetésem alatt. Azóta nagyon sokat járunk külföldre, van testvérkapcsolatunk Horvátországban, akinek a főnökasszonya most itt van, itt ül az asztalunknál, és sok helyre kirándulunk, anyaországba, hazai dolgokra, minden rendezvényen, mind most is részt veszünk, és így működünk. Kolbásszal készültünk, házi biztonságokkal, füstöltárúval, és horvát vendégünk egy lovácski guláskéslit, ami egy vadászgulyásnak lehet lefordítani. Van egy kislány, aki beöltözött a népviseletbe, a mi környékünk a Mohácsi Sokasz népviseletet használja, és akkor beöltöztek az egy kislány, és a ketten Szederkényből, mert mi szederkényi horvát önkormányzattal vagyunk mi most itt közösen. Ez egy sokács népviselet, versendíp, és az én dédimamám csinálta még kb. 35 évvel ezelőtt nekem, amikor a gimnáziumban a táncsoportban táncoltam. A nagylányom, aki a horvát gimnáziumban végzett, és jelenleg horvát szakos hallgató az egyetemen, ő szokta, hogyha megyünk bármilyen rendezvényre, horvát rendezvényre, akkor ő viseli ezt a népviseletet, illetve ha táncsoportban táncolunk, akkor van horvát táncunk, akkor ezt én viselem. Dráva sztáráról is népes csapat érkezett, akik a helyi ételspecialitásokon kívül szintén bemutatták sajátos népviseletüket. Számukra szomorú aktualitása is volt a rendezvénynek. Készültünk pörköltel is, ugye az itteni vaddisznóból, és saslikot édes burgonya fürével, és hozzá háromfajta csatnival, hogy még különlegesebb legyen. Népviseleten is húztuk a drávasztárai népviselet, amiben látható a tambora zenekar, és akit hoztunk, a Biszeri Dráve, ők is drávasztáraiak, és hát rajtam igazából látszik minden a hagyományos kendőtől kezdve, és mellé édesapámnak az emlékére, Matori Sándor, drávasztárai polgármester, sajnos évvégén történt egy tragédia, és már nem lett velünk, és ő miatta is jöttünk, és próbálunk az étterem és drávasztára hírnevét vinni tovább. A horvát nap koncertekkel zárult. Hošigova literarna i plesna skupina jedinstvenu misiju radi od 2013. godine. Ansambl predstavlja istaknute epizode povijesti Hrvata u Mađarskoj, književne i vjerske ličnosti, ali i književna djela, glazbeno-plesne tradicije, prigodne običaje isto obrađuju. Literarna družina Budimbeštanske narodnosne institucije se predstavila i u Pečuhu.
A budapesti Horvát óvoda, általános iskola, gimnázium és kollégium, röviden HOSIG, legújabb színdarabjával érkezett Pécsre, ami a Budapest környéki horvátok történetét dolgozza fel. A főszereplő Szabó Gergő, aki ugyan nem horvát származású, de maximálisan azonosul a darabbal. Egy horvát-magyar közös történelmes, ezt mutatjuk be a közös történelmünket, hát ahogy eddig is, mert volt egy előző előadásunk is, az is a 800 éves, itt pedig most inkább arra teszünk hangsúlyt, hogy a Budapesten élő horvátok és a híres történelmi személyeket mutatjuk be. Úgy érzem, hogy ez egy kicsit ilyen hobbi szintű, de legalább gyakorlom a nyelvet, és hát mondjuk jól esik, amikor végén megtapsolnak, meg így, ha mondjuk interjút kérnek tőlem, tehát ez nekem jól esik, de igazából csak ilyen hobbi szinten csinálom, mert más terveim vannak. Azt kell mondjam, hogy a családunkban igazából senki se horvát, csak úgy döntöttünk, hogy kell tanulni még egy nyelvet az angol mellett, mert ez olyan, olyan nagyon alap, és mindenki beszéli, és mindig, amikor megkérdezik tőlem, hogy milyen nyelvet tanulsz, és azt mondom, hogy horvát, akkor csak így néznek, hogy azt a miért, mi a hogyan, úgyhogy hát így nagyjából ennyi, és hát általában a szokásokat szoktuk tartani, de mivel nincs sok horvát kötődésem, azért annyira nem. De egész hamar, tehát ha óvodába is oda jártam, meg általános, már 11. osztályba járok, egész elfogadó mindenki, tehát mivel én szereplek, én vagyok a főszereplő, elég sokan ismernek az iskolába, szóval, és próbálok mindenkivel jó kapcsolatot ápolni. Úgy gondolom, hogy ha már ennyi éven át, és ennyi nehézségen keresztül, dolgozatokon keresztül megtanultam a nyelvet, akkor már szeretném fel is használni, tehát legtöbbször nyáron Horvátországban nyaralunk a családdal, iskolával, vagy a bátyám például kint dolgozik nyarantam, és hát én is tervezem, hogy így kimegyek, és akkor legalább megmarad ez a sok belefektetett munka. A HOSIG tevékenységével a tanulók horvát kulturális önazonosságának elmélyítésére törekszik. Mi egy több célú nemzetiségi oktatási intézmény vagyunk. Van nálunk óvoda, általános iskola, gimnázium és kollégium. Nemzetiségi iskola vagyunk, tehát legfontosabb célunk a nemzetiségi nyelvkultúra ápolása, a hagyományőrzés, a nemzetiségi identitástudat erősítése diákjainkban, valami nagyon fontosnak tartjuk a kétnyelvűség és a kettős kultúra fontosságának a tudatosítását, hogy mindkét nyelv, a horvát és a magyar nyelv, illetve mindkét kultúra, a horvát és magyar kultúra is ismerete növeli diákjaink versenyképességét. Nálunk, miután nemzetiségi iskola vagyunk, nagy hangsúlyt fektetünk a művészeti képzésre. Van tánccsoportunk, énekkarunk, zenekarunk, és ami a legújabb vállalkozásunk, van saját színházi társulatunk, a HOSIG Horvát Irodalmi és Táncszínház. Különböző színdarabokat állítunk a színpadra. A legsikeresebb színdarabunk egy történelmi színjáték, amely a 800 éves közös horvát-magyar történelmet mutatja be, és amely színdarabbal nem csak a magyarországi horvát településeken, iskolákban arattunk nagy sikert, hanem az anyaországban is, Horvátországban is. Neves színházakban léptünk fel, Zágrábban, Splitben, Dalmáciában, Eszéken, ahol a Magyar Oktatási Központ diákjaival együtt is előadtuk a színdarabot. Az intézmény színházi társulata a magyarországi horvátság történelmének döntő epizódjait, irodalmi és egyházi személyiségeit mutatja be, de irodalmi alkotásokat, zenés, táncos hagyományokat, ünnepi szokásokat is feldolgoz. A HOSIG művész együttese, a Horvát Irodalmi és Táncszínház 2013 óta egyedülálló küldetést teljesít. Ez a mostani színdarabunk a budapesti horvátság gazdag kulturális és történelmi örökségét mutatja be. Különösen kiemelkedő szerepe volt a magyarországi horvátság és a budapesti horvátság életében a ferenceseknek, a horvát ferenceseknek, akik nem csak
a magyarországi horvátság vallását tekintve játszottak fontos szerepet, hanem az oktatás területén, hiszen iskolákat alapítottak, és a horvát nyelvű oktatásnak a megalapozói voltak. A Hosíg Irodalmi és Táncszínház 2016 óta tagja a Magyarországi Nemzetiségi Színházi Szövetségnek. Za danas zahvaljujem vašu pažnju. Doviđenja!